Jövőre lesz 100 éves az MG márka, amely 2007 óta a kínai Seitz tulajdona. Ez egy shanghai illetőségű autógyártó, ez pedig a ZS, de ma nem ezért vagyunk itt. Ami miatt ma itt vagyunk, az nem más, mint a HS modell, amely egy 1.5-ös turbos benzinmotorral van szereve, ez az egyetlen motorja, azonban váltóból kétféle is rendelhető hozzá, a felszereltsége pedig három különböző lehet, ez itt a fullos. Mondom is a versenytársakat és az árakat. Az MG köszöni szépen a Kiának, hogy kiárta azt az utat, amellyel az emberek már tudják, hogy ami Ázsiából érkezik, nem feltétlenül jelent egyet azzal, hogy szar. Ez egy olyan autó, amely teljesen vállalható, és még emlékeztet is valamire. Ez például engem a BMW-re, mint ahogy ez is a BMW-re emlékeztet. Mint már említettem, ez a legmagasabb felszereltségű modell, és érdekes, mert az összevetésben az azonos Sportage modellhez képest mindegyik változat legalább 10, de az automaták 20%-kal olcsóbbak. Úgy, hogy ugyanúgy 7 év 150 ezer kilométer garanciát adnak. És akkor elsően szó az árakról is, tehát az 1.5-ös turbomotorral szerelt autó kéziváltóval 10 millió forinttól indul. Ez itt a full automata, amelyet egyébként tudnak szállítani. Ez 12 millió forint, amely már így néz ki. 22 helyen lehet MG-t vásárolni és szervizeltetni Magyarországon, komoly szerviz és kereskedői hálózattal, úgyhogy kíváncsian várom a tesztautót. Mit gondolsz az autóról, és mit gondolsz a márkáról?